Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 4-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai, mit tervez. Ezen a képen látható a háttérben egy elefánt, és az mutatja a múltat. Nehéz lépések, nehéz döntések, nehézségekre utal. Jelen pillanatban jobban érzi magát, vannak jó gondolatai, ezt mutatja itt ez a hölgy, és szimbolizálja a kiegyensúlyozottságot. Tehát jobban érzi most magát, mint az elmúlt napokban és hetekben. Erre utal ez az örvendezés is. Lehet, hogy van itt egy ünnepség, vagy egy meghívás. Jól érzi magát, és tud nevetni. Mit közöl veletek? Azt mutatja itt ez a fő papnő, aki őrzi a sors könyvét. Sorsdöntő fordulatok, egy lelki kapcsolat köztetek. De amire ez a kártya még utal, ez a levelezés vár arra, hogy írjatok neki, vagy ő fog jelentkezni nálatok, lesz köztetek egy kapcsolat. Nem csak beszélgetésekről van szó, hanem a napi kártya itt mutat egy testi kapcsolatot is. Ez az ő elképzelése, és reméljük, hogy ez be is valósul. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!